B. Király György eleganciájáról a Beauty Fashion gondoskodik. A műsorvezető ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodott. Egyedi kézműves ékszerek szívvel, lélekkel. Köszöntöm nézőinket! Olyan témáról beszélgetünk ma, amit nem sokat és nem is sokszor teszünk, hiszen akárhogy nézzük, a halál még mindig tabu téma. A karácsony közelettével, a szeretet ünnepének közelettével esik szó a távozókról is, méghozzá egészen konkrétan a hospice házakról. Már is mondom, hogy kik a vendégeim: Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány elnöke, Benyó Gábor, megpróbálom jól kimondani, a Hospice és Palliatív Szakmai Kollégium elnöke, és mellette pedig Balkai László, aki a Hospice Színházat képviseli. Ez egy egészen új dolog, sokat fogunk beszélgetni róla. De ha már azzal kezdtem a felvezetőmet, hogy a halál tabu téma, akkor szeretnék gyorsan egy stílszerű kérdést feltenni nektek, hogy tudnélik, ti féltek a haláltól, Kati? Számomra a hospice munka mentén nagyon megszelídült a halál. Én sokáig dolgoztam az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben, közismert nevén a Lipóton, ahol hát nagyon szánalmas elmeneteleket láttam. A demens idős betegeknek a halála az mindig nagyon megviselt, és később is valahogy még a gyerekkoromban, amikor a nagyszülőket láttuk, vagy idős szomszédokat, akkor abba nem volt semmi rémisztő, de valahogy tényleg a szakmai életemben is a halálnak nem szép oldalát láttam. De a hospice-ban, ahol az emberi méltóságot meg lehet őrizni, ahol a szenvedést lehet igazán minimálisra csökkenteni, csillapítani, és körül vannak véve a betegek a szeretteikkel, valahogy én is így képzelem, hogyha egyszer meghalnék, akkor velem is ez történne, és ez meg nem ijesztő. És nem riaszt téged. Egyáltalán nem riaszt. Egyáltalán nem riaszt. Nagyon sajnálnám a családtagjaimat. Nemrég egy ilyen váratlan betegségen estem át, ami ugyan rövid volt, de nagyon veszélyes, és akkor arra gondoltam, hogy Istenem, nekem a gyerekeim, az unokáim itt vannak, a munkatársaim, akiket szeretek. Tehát azt igen, azt nagyon-nagyon rossz átélni, hogy az ember itt hagy valami olyan kört, ami nagyon szervesen hozzátartozik, de maga az, hogy én meghalhatok, az tényleg a hospice munka mentén, ez nagyon sokat változott. Gábor. Én gyermekkoromban nagyon féltem a haláltól. Én is. Ez úgy látszik, hogy a gyerekkorunkra jellemző ez a halálfélelem. Ez abszolút benne van ebben. Ez azonban későbbi életkorban is elő-elő fordult, és ahogy Kati említette, azt kell, hogy mondjam, hogy a részben a hospice munka kapcsán egy megbékélés, elfogadás nem csak a saját halálommal, hanem a környezetemben zajló halállal kapcsolatban is megváltoztak a hozzáállásom, az elfogadásom, és nagyon sokat tanítottak ebben a gyerekek is. Azok a gyerekek, akik készülődnek a halálra, hogy ahogy megélik. Mert te ugye a gyerek hospice életét ismered jobban, Kati pedig a felnőtt hospice-ét. Így van. És amennyire ők megtanulják, tudják élni az életet a haláluk előtt is, különösen, hogyha ebben a felnőttek is segítenek, és ezért ugye, hogy a felnőtt hospice-ban is nyilván egy családcentrikus ellátás zajlik, gyerekvonalon. Hát nálatok meg még inkább. Még inkább. És gyakran van, hogy éppen a szülők nem engedik kibontakozni a gyermeknek a halálszemléletét, vagy nem engedik békésen megélni az életet a halál előtt. De hogy azok a gondolatok... Mert mit csinálnak? Hát az ő saját félelmeiket, rosszul, szorongásaikat tulajdonképpen rávetítik a gyermekre. Nem engedik sokszor megélni azt az életet, amit megélhetne a halála előtt. És ők annyira természetesen tudnak élni a mindennapoknak a halál előtt, amit a felnőttek néha elfelejtenek a szorongásban, a félelemben, azoktól a sztereotípiáktól övezve, amiket szeretnének megtartani előtte. A gyerekek
gyakorlatilag ez sokkal szabadabban, kötetlenebbül teszik. Nyilván én azt is megtanultam, hogy valahol az embernek bizonyos dolgokat le kell zárni, tehát hogyha túl sokat görgetek magam előtt, akkor biztos, hogy egy nagy űrt, vesztességet hagyhatok, és törekedni kell arra, hogy a saját gyerekeimet megtanítsam élni, hogy nélkülem is tudjanak élni, és hogy olyan környezetet teremtsek meg, ahol lehet, hogy hiányozni fogok, de nem működésképtelen legyen. Tehát akkor te ezt egy abszolút természetes dolognak tartod, amit ilyen nagyon, ahogy elmondtad, racionálisan el lehet rendezni. Hát, mármint a távozást. A távozás, a halál az a természet rendje. Természetesen én is úgy gondolom, és szeretném, hogy ez minél később következne be, minél többet tehetnék. Tehát még szeretnél maradni egy kicsit. Igen, igen. Laci, te is a halálfélelem? Nem, egyáltalán nem félek a haláltól, de van ennél egy sokkal rosszabb, amit úgy hívunk, hogy tárgy nélküli félelem, ezt a pszichológiában, pszichiátriában használják. Ez magyarul a szorongás. Szorongok valami rejtélyes, ismeretlentől. Ha nagyon megpróbálom... A haláltól nem szorongsz? Nem. Ami sokkal, sokkal veszélyesebb számomra, mint művészember, aki az örök létnek próbál valamit nyomot hagyni maga után, vagy a környező világ után, az elmúlásnak a gondolat engem nagyon felháborít és bosszant. Tehát indulatossá is tesz, gondolom ez a személyiségemből fakad, nagyon felháborít és próbálok ellene minden eszközzel, többek között, amiért most itt vagyunk, vagy amiért én eljöttem, a hospice színházal is fölvenni a harcot és megküzdeni, hogyha már jön, akkor jöjjön, ha már jönni kell, de valamilyen méltósággal jöjjön. Annyit hadd mondjak el rólad, hogy te Balkai Géza színművész testvére vagy, tehát akkor nyilván valahogy a sors vagy a jóisten úgy rendezte ezt a dolgot, hogy ha így, ha úgy, de neked is a színpadra kell állni. Igen. Na most azt is hadd mondjuk el, vagy én hadd mondjam el, hogy ugye te annak idején a Tártkapu Színházban, mert az volt az előzménye a Hospice Színháznak, igen, bukkantál fel, és most próbálok nagyon szépen fogalmazni, de hát inkább azt mondom, nem azt mondom, hogy mentálisan sérült emberek színháza, hanem hogy pszichiátriai betegséggel küzdő, tehát kényszerbetegek, paranoid, tehát mindenféle betegséggel küzdő embereknek a színháza, ami nektek egyben vélhetően terápia is, hogy ti ezt csináljátok. Másrészt nem csak magatoknak, hanem annak a közegnek is tudtok segíteni, ahova elmentek. Ti ismertétek, ti tudtátok azt, hogy létezik a Hospice Színház, Gábor? Én találkoztam ezzel a mozgalommal, a Hospice mozgalomnak a két évente rendezett konferenciája, vándorgyűlése idén Kecskeméten volt, és ott fellépő vendégekként üdvözölhettük a Hospice Színházat. És ti, akik minden nap találkoztok a távozókkal, te a felnőttekkel, te inkább a gyerekekkel, jó ötletnek tartjátok, hogy az ő életükbe bevinni egy színházi élményt? Én azt látom, hogy a művészetterápia az utolsó pillanatig használható, csak attól adaptálni kell a helyzetre. Tehát nekünk a munkánk során különböző művészek jelentkeznek, akik szeretnének segíteni, és az egyik zongora művész az például kiment a beteg lakására, vitte a kis hordozható hangszerét, és egy nagyon szép kép is van, sajnálom, hogy azt most nem hoztuk el, mert meg lehetett volna mutatni, hogy egy halála előtt néhány nappal álló, teljesen besárgult, rendkívül legyengült 70 év körüli férfi ilyen összeroskadtan ül és hallgatja a művész urat, majd a következő felvételen az látszik, hogy ülnek a zongoránál és négykezest játszanak. És ő is. És ő is játszik nagyon felszabadultan egy rövid, néhány perces darabot. És azt mondta ez a beteg, hogy az életének egyik legnagyobb élménye volt, és néhány nap múlva valóban meghalt. De volt olyan betegünk, aki megközelíthetetlen volt mentálisan, egy ilyen félkómában lévő nőbeteg, aki karnagy volt korábban, és akkor elmentünk, őt nem lehetett a kórházból hazahozni, mert olyan súlyos volt az állapot, az egyik kórháznak az intenzív osztályán feküdt, és bementünk hozzá, az édesanyja már napok óta, vagy hetek óta nem tudott vele kontaktust teremteni,
és akkor oda ment ez a művész, és elkezdett játszani, és elkezdett vezényelni. Nem szólalt meg, de kontaktus vezényelt. Teremtődött vele. És ezt sokszor átéljük, hogy a zene, a vers, például a karácsonykor betlehemező család jön hozzánk, zenészek. Három gyerek, apuka, anyuka zenélnek. És akkor végig mennek a hospiszház folyosóján, és kvázi bekopognak a zenével a kórtermekbe, és ahol van olyan beteg, aki fogadóképes a zenére, tehát tudatánál van, érzékeli, akkor behívják, akkor bemegy valaki, nagyon rövid, 2-3 perces darabot játszik, amúgy mennek a folyosón, és hogyha nem tudnak bemenni, mert a kórteremben annyira súlyos a beteg állapota, akkor megállnak az ajtó előtt és zenélnek. És ez csodálatos, csodálatos élmény. Azok a visszajelzések, amiket a betegek mondanak, és azok a könnyező hozzátartozók, akik azt mondják, hogy hát igen, életünk utolsó karácsonya, és ezt kapjuk ajándékba, kapják a hospisztól, kapják az önkéntes művészektől, de kapják a betegtől, hogy a beteggel egy más millió alakul ki, egy más kapcsolat alakul ki a zene kapcsán. Tehát miközben az ember abszolút laikus módjára, aki nem járt hospiszházban, vagy csak elképzeli, de nem tudja, hogy mi zajlik ott konkrétan, nyugodtan gondolhat arra, hogy itt milyen szomorú és milyen rettenetes élmények történnek, és közben te meg elmondod, hogy tulajdonképpen hihetetlenül csodálatos dolgok vannak ott. Mert az életet élni kell az utolsó percig, és ebben különbözik például a hospice egy átlag kórházi ellátástól, hogy ott az van, hogy megkapja a beteg azokat a szereket, azt a szükséges kezelést, ami a számára fontos. Ugye tudjuk, hogy nagyon kicsi személyzet is van, itt sok személyzet van, plusz az önkéntesek, és itt nekünk az a célunk, hogy egy beteg ne feküdjön, és fel a plafonra nézve várja a halált, hanem ha lehet, akkor üljön ki a karosszékbe, ha lehet, kitolják egy tolószékkel. Tehát, hogy ami szellemi és fizikai aktivitása maradt, azt használja, azt csinálja. Nagyon érdekes a cigaretta, ugye minnyájan cigi ellenesek vagyunk, vagy legalábbis az orvosok. De gondolom, azért, hogy ott és akkor nem. Dehogy nem, ott szabad is dohányozni, de nem a kórteremben. De ezt akartam mondani, hogy micsoda hajtóerő a cigi. Hogy az a beteg, aki már egyáltalán otthon semmit nem csinált, az ágyból ki nem kelt, az jelzi az önkéntesnek, hogy szeretnék kimenni, és akkor így mutatja, mert a kommunikáció már szinte nulla, és akkor de kitoljuk a teraszra. Kimenni, kimegy. Igen, kimegy, az utolsó percig. De hogy ez is egy élmény számára. Volt olyan beteg, akit nyáron ágyjal toltunk ki, mert mozdíthatatlan volt. És akkor abba a kórterembe tettük, 2 olyan kórtermünk van, amelynek kapcsolata van a terasszal, direkt be az ágyat ki lehetett tolni, és a 35 kilós csontsovány, 31 éves férfi beteg, olyan mosolygós képünk is van róla, hogy lógatja a kezét a cigivel, és ott kint dohányzik. Milyen halálokat láttok ti? Mert én valahogy azt képzelem, hogy ahogyan különbözőképpen születnek meg az emberek. Tehát, hogy van, aki azonnal felsír, van, aki nem, van, aki a magzatborokban, van, aki nem, van, aki mozog, van, aki mozdulatlan. Hogy nyilván a távozás sem egyforma. Tehát, hogy amikor meghalunk, akkor is másképp viselkedünk. Na most létezhetnek gyűlölködő, agresszív, tehát mehet el valaki úgy, hogy nem békél meg, hogy tele van feszültségkel, hogy tele van egy csomó olyan érzéssel, ami mondjuk az ő életét jellemezte, és nem, ahogy te fogalmaztál, Gábor, nem tudta lezárni, nem tudta elengedni. Magam részéről azt tudom mondani, hogy akikkel találkozunk, gyerekek, családok, nagyon sokan különböznek azoktól, akik nem kapnak segítséget. Tehát úgy tudnám elmondani, hogy akik eljutnak hozzánk, akikkel tudunk időben foglalkozni, akik a családi egységet, békét meg tudják találni, ahol tudnak arról beszélni, hogy van-e valami teendőd a halál előtt, ők sokkal könnyebben tudják ezt. Ezt meg lehet beszélni egy gyerekkel? Igen. Egy gyerekkel is meg lehet beszélni. Nyilván ennek speciális módjai vannak, tehát van szakpszichológusunk, gyásztanácsadónk, és nem csak a gyerekkel kell, hanem a környezetével. Ugye mi abból vagyunk sokszor nehéz helyzetben, bár ez hasonló módon a felnőtteknél is előfordul, hogy a család, a szülők
sokszor egész más szeretnének, hogy mondjanak a gyermeknek, miközben a gyermektől halljuk, hogy ő mit mond az ápoló személyzetnek, hogy szeretne már békében elmenni, nem meri elmondani azt, hogy ő érzi, hogy meg fog halni, mert nem akarja bántani a szüleit. Mert a szülők a maradást erősítik benne? Igen. Igen. Illetve hát ők erről nem akarnak beszélni, mert hát hogy nehogy ezt a gyermek megélje, miközben a gyermek ezt tökéletesen tudja. És hogy ezt a összhangot is például meg lehet találni a családok között, hogy tudjanak egymással beszélni még, hogy tudjanak arról beszélni, hogy tényleg mit éreznek. És azt gondolom, és azt látjuk, hogy ezekben az esetekben mind az elmúlás, mind a halál utáni itt maradottaknak az élete könnyebben tud lezajlani. Biztos van békétlen halál, biztos vannak indulatok. Hát gondolom nem a gyerekek körében, hanem ez inkább van. A felnőttek. Sokkal inkább. Gyerekek körében is láttunk azért, és különösen akkor, ha bizonyos dolgokat nem hagytak nekik lezárni. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az életüket le tudják zárni. Amegy. Mondanál egy ilyen konkrét példát, hogy amikor azt látod, hogy nem tudott lezárni egy gyerek valamit, és ezért másképpen megy el? Igazándiból azt gondolom, hogy azokban az esetekben, akikkel kevés kapcsolat volt, vagy későn kerültek ki hozzánk, tehát hogy, és főleg nagyobb gyerekeknél találkoztunk ilyennel. Konkrét példát talán nem mondanék, mert hogy esetleg... név nélkül, tehát nem arra gondoltam, igen, most... de az, hogy miért nem mondták meg neki, hogy ennyire közel van a halál, az elmúlás, szeretett volna még találkozni társaival, szeretett volna elbúcsúzni emberektől. Tehát akkor ő mérges volt, akkor ő haragudott. Igen, haragudott, mérges volt. És nagyon érdekes volt az a történet, amikor például egy karácsony környékén egy nagylány az élete végén súlyos betegségben volt, és az édesanyja mondta, hogy hát a gyerek készül a karácsonyra, mert hogy mondja, hogy hát rövidesen jönnek majd az angyalok, és akkor úgy a pszichológus kolléganő megkérdezte, hogy biztos, hogy ő erre gondol, és nem arra, hogy ő érte hogy fognak érte. Ezek az angyalok jönni. Nem, mondta a szülő, és aztán kiderült, hogy a gyermek szeretett volna ajándékokat készíteni még azoknak, akik itt maradnak, és pontosan tudta, hogy ő már nem éri meg a karácsonyt. De ezeket a dolgokat, ezeket ki lehet deríteni, ezekről igenis lehet beszélni, mert akkor történik a megbékélés. Tehát akkor sok esetben a szülő hárít, és a szülő nem fogadja el, hogy a gyerek távozik, miközben a gyerek, ahogy mondod, érett módon gondolkodva készül arra, hogy ő elmegy. Így van. Felnőtteknél is ez nagyon gyakran van, hogy nehezebb a családokkal megbeszélni azt, hogy engedjék el a beteget, mint magával a beteggel. Tehát, hogy a beteg már tudja, hát hiszen gyengül, érzi azt, hogy az ereje hogy fogy, hogy mennyivel kevesebbet bír, nem tud enni, csökken a súlya, a fáradékonysága. Tehát, hogy ő fokozatosan érzi a leépülését, a testének, az erejének az elhagyását, azt állandóan megéli, és a család nem. Van olyan otthonápolt betegünk, akinél a hozzátartozó, nem engedi, hogy 5 percre az orvos vagy a nővér egyedül maradjon a beteggel, mert nehogy a beteg, ott van nehogy és a beteg felügyel. Igen, nehogy a beteg kérdezzen. És akkor próbálja mondjuk az orvosunk vagy a nővér a konyhában a feleséggel megbeszélni, hogy tessék szíves már hagyni, hogy egy picit együtt legyünk, hogy beszéljünk, mert úgy látom, hogy a férje nagyon kérdezne valamit, vagy szeretne valamit elmondani. És nem engedi. A fekvőbeteg részlegre, amikor a kis kórházba bekerülnek, akkor már más a helyzet, mert ott nincs ott az a 24 órás hozzátartozó, de hát most is van egy olyan, vagy volt egy olyan betegünk, fiatal, 50 év körüli, akinek nem engedték a fájdalomcsillapítót a család beadni, mondván, hogy attól fog meghalni, nem attól hal meg, hiszen kábító fájdalomcsillapítót kapott már régóta, mert olyan tünetei voltak. Kábító fájdalomcsillapítóval nagyon hosszan lehet élni, nem csak rákbetegség. És ő már nem volt olyan állapotban, Kati, hogy ő döntsön magáról? De igen, de amúgy is nem a
hozzátartozó véleménye számít, uh-huh. hanem a beteg véleménye számít. Csak meg kell küzdeni a családdal, mert utána a család jön, és azt mondja, hogy tetszik látni? Attól lett aluszékony, azért nem eszik. És mi mondjuk nem attól aluszékony, attól aluszékony, hogy a betegsége ott tart, ahol, hogy az egész anyagcsere összeomlott, hogy a szervezetben a toxinok szaporodnak, stb. Nem a fájdalomcsillapítótól. Vagy még, hogy adjunk infúziót, vagy még hívjunk ki sebészeti konzíliumot, miközben tudjuk, hogy a beteg az utolsó 48 óráját. És ők még akkor még mindig a csodát várja a család, hogy innen hazamegy. Nem tudják elengedni a beteget. Az ilyen családokkal nehéz, és ahogy Gábor mondta, hogy ilyenkor a betegeknek is sokkal nehezebb, mert valóban a megbékélés nem történik meg, illetve például mit mond az ember, mikor eltávozik? Hogyha tisztában van vele, hogy ezek az utolsó napjai, és a család is tisztában van vele, és a barátokkal, olyan szép dolgokat lehet mondani, meg lehet köszönni. El lehet mondani közös élményeket ismételni. Lehet hagyatékozni, hogy mit szeretne, hogy ne maradj egyedül, vagy most nem feltétlenül arra, hogy egy párkapcsolat jöjjön létre, hanem hogy kvázi engedélyt adni arra, hogy élhet a másik. Tehát nagyon szép dolgokat lehet tenni, de hogyha egy zárt kommunikáció van, és falat húznak a beteg és a környezet közé, akkor a betegnek nagyon nehéz az elmenetel. Hát van munkátok, látom. Igen. Laci, Te hogyan határoztad el, vagy bennetek nyilván nem egyedül csinálod ezt a hospice színházat? Akik ebben részt vesztek, hogyan döntöttetek pont úgy, hogy a távozók legyenek a ti célközönségetek? Tehát, hogy ti nekik akartok örömet szerezni, ti nekik akartok segíteni. Igen, tehát érintett vagyok, hiszen édesanyám is daganatos betegségben szenvedett, és hadd csatlakozzam a Kati által elmondottakhoz, hogy valóban, hogy lehet egy halált, egy betegséget és a bekövetkezendő halált méltósággal elviselni, túltenni magát az embernek, ugyanis olyan állapotban volt édesanyám, hogy valóban szépen mindennel leszámolt, elrendezte a dolgokat, hogy semmit ne hagyjon maga után elrendezetlenül, kiosztotta a szerepet a két fia részére, hiszen mi voltunk az egyetlen élő közeli hozzátartozói, hogy mik a jövendőbeli teendőink. Sőt, olyannyira is elment, hogy oda hívott az ágyához, gyere Laci, most fogalmazzuk meg együtt a gyászjelentésemet, és te fogod majd illusztrálni. Ráadásul édesanyám egyfajta ilyen hospice ellátásban részesült bent a Lipót mezőn, a nagyon kedves gyerekkori barátom pszichiáter orvos osztályán, ahol én mint művészetterapeuta dolgoztam, és körbe rajongták a betegek, hogy jé, itt van az Ida néni, a Laci édesanyja, segítsünk, hogy kéne rajta segíteni, ami egyébként nagyon jót is tett a többi betegnek, hiszen volt előttük egyfajta napi teendő vagy életcél, hogy az Ida nénin hogy tudják őt vigasztalni, hogy tudják őt segíteni. Most nyilván a Tártkapu Színház akkor már a virágkorát kezdte élni, nagyon sokat segített, részben a édesanyám, illetve a többi betegtársam, és ez a fajta méltóságteljes elmenetel gyakorlatilag, ez így már utólag visszagondolva, ez adta az alap gondolatát, hogy most a hospice színház egyáltalán egy ilyen művészeti ág vagy csoport jöjjön létre, ami kifejezetten ezt a célközönséget, ha szabad ilyen pestiesen kifejezni, ez most egy ilyen szakmai kifejezés volt, de hát igen. Célközönséget a súlyos, daganatos betegségben szenvedő embereket, illetve a hozzátartozóik és a segítőiket célozza meg. Hol léptetek már föl, Laci? Milyen hospice házakban? Eddig a legkedvesebb föllépésünk, amit Gábor is említett, a kecskeméti hospice konferencián volt, ott volt a mi igazi debütálásunk. Annál is inkább maradandó élmény, hagy említsem meg Mónika kedves színésznő, kolléganő, Ványik Mónika, nyugodtan kimondhatjuk a nevét. Gyakorlatilag ez volt az ő utolsó föllépése, és a vonaton mesélte, hogy aznap délelőtt egy nagyon komoly kemoterápiáról ült be a kupéba, jött le erre a konferenciára, és ő azért csinálja ezt az egész föllépést, hogy egy-egy versén, saját versén vagy egy dalon keresztül
példát nyújtson a többi szenvedőnek, hogy lehet méltósággal élni az utolsó percig, ahogy itt most szóba került a beszélgetés alatt, és lehet méltósággal valamilyen emléket vagy nyomot hagyva távozni. Akkor most nagyon jó is, hogy találkoztál Mosbeck Katalinnal, nem tudom, hogy találkoztál-e már vele. Korábban megismertük egymást a szakmából. Hát akkor fantasztikus. Amikor a rákbetegekkel kezdtem foglalkozni, a rákbetegek pszichés támogatásával, tehát nem még, ez még a hospice előtt volt. De azt nem tudtad, hogy van hospice színháza. Azt nem tudtam. Az Országos Onkológiai Intézetben csináltunk gyerekeknek kis bábszínházat, a hozzátartozók gyerekeknek, igen, akiket nem engedtek, ugye 10 év alatt nem mehetnek be a gyerekek, és báboztunk velük. És Laci is jelen volt, és egy Magdi nevű, igen, nagyon kedves kis versmondó hölgy, és ők kihozták a gyerekekből a szorongásokat. Mert a gyerek nem tudta magában elmondani, hogy ő mennyire fél, hogy apuka nem fog már hazatérni, de amikor a bábokban megjelentek a különböző kis figurák, igen, akkor ő elmesélte azt a történetet. Tehát nekünk ilyen több mint 20 éves kapcsolatunk van már. Hát de ez is egy jó példa, bocsánat. Erre most rátettünk egy lapáttal, és ezt most akkor megerősítettük, igen. De is egy nagyon jó példa, és a kedves művész kollégáknak mondom, bár fölmerült Kati elmesélésében, hogy valóban egy-két kedves művész kolléga komolyan foglalkozik a hospice-szal, mint segítő, segítési móddal, hogy igenis egy művész ember ne üljön bezárva a műtermébe, hanem tessék kilépni, és valamilyen céllal alkotni, mert a művészet, én ezt tréfásan szoktam mondani, egy olyan kemoterápia, aminek a mellékhatása a boldogság és az öröm. Ha már most a boldogságnál meg az örömnél tartunk, akkor milyen a szép halál? Azt gondolom, hogy nyilván mindenkinek megvan a maga saját, tehát mondjuk valahányan elképzelünk valamit a távozásunkról. Én mondanék nektek egy példát, hogy én mit tartok szép halálnak, de az nem jelenti azt, hogy ti ezt fogjátok gondolni. Én nagyon szerettem Fehér János professzor, talán ismertétek, a gastroenterológus, máj specialista, egy fantasztikus ember volt, és az én számomra a Jánosé volt a szép halál. Elment tárgyalni egy gyógyszercéghez, odavitték a kávéját, kért egy kávét, megkavarta a kis kanállal, lefordult a székről, és meghalt. Tehát én ezt szép halálnak tartom. Nem tudom, hogy én nektek, akik rengeteg halált láttok, gyerekhalált, felnőtt halált, és láttatok már, milyen a szép halál. Amikor megkérdezik egyenként az embereket, hogy szeretnének meghalni, akkor majdnem mindenki ezt válaszolná, amit most elmondtál, hogy hirtelen szeretnék meghalni, igen, gyorsan fejeződjön be, ne legyek senki terhére, és ne szenvedjek. Az én apósom úgy halt meg, hogy daganatos betegsége volt, hétfőre volt kiírva egy második műtét, ő egy nagyon okos orvosprofesszor volt, tudta azt, hogy nincs segítség, csak azt mondta, hogy miattatok teszem meg, hogy megoperáltatom magam, hogy még egy kicsit éljek. És este otthon Don Giovannit hallgatta, ez volt az egyik kedvenc lemeze, vacsora után, és mi aztán kaptunk egy értesítést, hogy menjünk, mert az apósom ott a fotelban egyszer csak elaludt és meghalt. Na hát azt gondolom, hogy ez egy szép halál, a szép mert egy súlyos betegségen ő azért már akkor másfél éve küszködött, de azért még előtte pár hónappal elment Skóciába, mert még nem látott ott valamit, és szerette volna megnézni. Tehát nem ült le, hanem élte az életet. Valahogy én így képzelem a szép halált, hogy ha beköszönt egy betegség, akkor mindent megtenni azért, hogy az ember abból felépüljön, amennyire lehet. Hogyha pedig eljön az az időszak, amikor már nincsen tovább terápiás lehetőség, akkor ez az úgynevezett tüneti vagy palliatív kezelés, ezt szeretjük hangoztatni, hogy a köztudatba is, mint a hospice menjen be. Tehát, igen, fájdalomcsillapítás, egyéb tünetek enyhítése, amennyire lehet, és valahogy megbékélni az elmenetellel. Tehát
Még azt szeretném elmondani, hogy amikor mindenki így hirtelen szeretne meghalni, vagy a lakosság 95%-a biztosan, együtt dolgoztam Bodor Máriával sok éven keresztül, több mint 20 éven keresztül, aki a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke volt, és igen. Rákbeteg volt maga is. És tőle hallottam először, hogy ő nem a hirtelen halált választaná, ő szeretné megélni ezt az időszakot. Mert mi, akik a betegek mellett dolgozunk, mi azt látjuk, hogy fantasztikus időszak ez. Egy olyan személyiség érés, egy olyan kapcsolatváltozás, olyan értékeket tartalmaz, amit kár lenne elveszíteni, csak ahhoz nyitottnak kell lenni. A családnak, a környezetnek és a betegnek. Gábor, szép halál. Igen, én egy picit más statisztikákat ismerek, nem 90%-os, hanem valóban többen hirtelen, de mondjuk egy ilyen 40-60% körül néhány éve jelent meg ezzel kapcsolatosan orvosok körében végzett vizsgálat. Orvosok, de nem a lakosság. Nem a teljes populáció. Igen, azzal együtt, hogy amit Kati is említett, tehát, hogy aki fölkészült a halálra, és megtette előtte azokat, amit szeretett volna, nyilván ott egy hirtelen halál, az sokkal inkább kívánatos és jó dolog. De a hirtelen váratlan halálban az is ott van, hogy nem biztos, hogy be tudom azt fejezni, el tudom azt végezni, amit szeretnék még. És most itt, ha betegek kapcsán beszélünk kizárólag, akkor biztosan, vagy úgy gondolom, hogy biztosan egy hirtelen halállal, egy nem szenvedést követő halállal békél meg mindenki. Ha általában nézzük az embereket, akkor ez biztos, hogy egy kicsit másképp van. És nagyon fontosnak tartom azt a részét, hogy valóban betegként, vagy a beteg környezetében élőként, hiszen arra is gondoljunk, hogy élők is maradnak a halottak után. Ez gyerekeknél különösen igaz, hiszen itt sokkal nehezebb elfogadni a halálnak a tényét, az elmúlást, azzal együtt, hogy egy gyerek daganatos betegnél is tudjuk, hogy a legjobb, magasabb szinten lévő európai vagy amerikai kezelések mellett is 15-20-21-2%-ban meghalnak a gyerekek, elveszítjük őket. Ugyanakkor ezeket a helyzeteket ugyanúgy fel kell dolgozni azoknak, akik itt maradnak. És ebben segít az, hogy tudjanak előtte élni, tudjanak fölkészülni erre az időszakra. Amit még nagyon fontos lenne elmondani, hogy a gyerek hospice az nem kizárólag életvégi betegekkel foglalkozik. A gyermek palliatív hospice ellátásban... Tehát onnan van visszatérés, azt akarod ezzel mondani? Hanem, kifejezetten életet rövidítő betegségben szenvedő gyerekekkel foglalkozunk, akiknek lehet, hogy 10-15 évük van, de biztosan, hogy előbb meghalnak, mint az öregkoruk. Ezekben a betegekben, ezekben a szülőkben, ha úgy gondoljuk, akkor napi szinten megfordulhat a halálnak a gondolata, és mégis nagyon fontos, hogy azokat a tabukat áttörjük, amik arról szólnak, hogy ezekben a betegségekben ők nem fognak meghalni. És hogyha arra koncentrálunk, hogy éljenek, és itt a művészet is elhangzott, rengeteget segít nekük mindenféle művészetterápia a házban is, vagy a halál előtt is, akkor ezeket az időszakokat sokkal fesztelenebbül, sokkal élettel töltöttebben tudják végigélni, hogyha nem a ha már a szorongás is szóba került, nem az elmúlástól, a haláltól való szorongásban élik az életüket, és akkor lesz szép haláluk. De olyan szépen és plasztikusan fogalmaztok, hogy szinte kiütöttétek az egyik kérdésemet, de azért fölteszem, mert az motoszkált bennem végig egyáltalán, amikor kiderült, hogy miről fogunk beszélgetni, és mi lesz a témánk, hogy nyilván azok az emberek, akik minden nap a halállal, mint élménnyel találkoznak. Tehát számotokra ez egy elérhető közelségben lévő valami. Azok nyilván kiégnek, tehát hogy fásultak lesznek, hogy és azt gondolom, hogy nem. Tehát rátok nézve azt kell mondanom, hogy, hogy,
hogy valami fajta derült humort, szeretetet, tehát így sok mindent hordoztok ti, és nem az van bennetek, hogy micsoda fásultság és micsoda szörnyűség ez. Sőt, már bocsánat, hogy a szabadba vágok. Mondd meg helyettük. Nem, mert rengetegen megkérdezik, tényleg rengetegen, tehát nem túlzás, megkérdezik tőlem, vagy tőlünk, akik a színpadra lépünk ilyen esemény kapcsán, hogy hát nem nyom azt benneteket, hogy ki kell mondani, de hát haldokló embereknek játszotok, és látjátok az elmúlást, meg sőt, kicsit úgy is teszik föl ezt a kérdést, mintha valami gúnyt űznénk a más ember szenvedéséből. Egyáltalán nem. Nem, hanem egy nagyon is, nem tudom szebben kifejezni, egy építő folyamat, egy gyönyörű tapasztalás, megélni, hogy mi történik a másik emberrel, én mit tudok neki sok erőt adni, segíteni, és ami a legfontosabb, ő mit tud nekem nyújtani, mert azért ne felejtsük el, hogy a beszélgetés végül is másról szól, de mi történne akkor, ha... De mi is ott vagyunk a beszélgetés végén. Hogy nagyon szép, hogy láttuk a szép halált, meg a kegyes halált, stb. Stb. De mi van akkor, ha holnap nekem azt mondják, hogy Lacikám, van még egy fél éved, mert akkor én ezt hogy fogom átvészelni, mész a hospice házba, ha az állapotod olyan, ha meg nem. Vagy játszom magamnak, vagy most egy humorizál az ember, meg szabad is, mert szabad nyugodtan a halállal viccelődni, mert természetes dolognak kell lenni. Hát hozzátartozik az életünkhöz, úgy, mint a születésünk. De tényleg úgy belegondolni ilyenkor, hogy mi lenne, ha mégis én. El kell jönni a hospice házba és megnézni a kiégést, hogy milyen helyes fiatal nővérek, ápolók vannak a rendszerben, akik egyáltalán nem szomorúak. Minden beteget meggyászolunk, és minden családot megéljük, a fájdalmát és a szomorúságát, de nem halunk meg minden beteggel. És miután ez egy team munka, tehát ez nagyon különbözik különböző általános egészségügyi rendszerektől, hogy itt mindenki nagyon magasan képzett, nem csak szakmailag, hanem pszichológiailag, spirituálisan, érzelmileg, megbeszélések vannak. A nehéz tehát eseteket... akárki nem alkalmas erre nem, a munkára, nem, azt nem, akarod nem, mondani ez egy, ezzel. Itt van azért egy rendes szelekció, hogy valaki úgy gondolja, hogy ezt tudná csinálni, eljön és kiderül, hogy nem. Vagy ő látja úgy, hogy nem, vagy mi látjuk úgy, hogy nem. És egy összekovácsolódott csapat van, nagyon segítjük egymást. Nálunk például harangoznak délben, és leülünk, az egész tím leül együtt ebédelni. Ez is azért van, hogy valamilyen módon egy kicsit oldani annak a feszültségét és annak a nehézségét, amivel ez a munka együtt jár. A nehéz eseteken külön konzultáció lehet egyénileg, de van csoportos eset megbeszélés, ahol feldolgozzuk. És a másik, amire itt többen utaltatok már, hogy mi nagyon sokat kapunk a betegektől. Tehát, hogyha azt a célt tűznénk ki magunknak, például én orvos vagyok, hogy gyógyítani, akkor ez egy kudarc. Mi nem gyógyítunk, de ha az a cél, hogy a betegek szenvedéseit enyhíteni, a fizikai, a lelki, a spirituális szükségleteket kielégíteni, akkor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon sokat teszünk. Hány évet csinálod, Kati? 25 a hospice és 30 a pszichoonkológia. Mit tanultál ez alatt a 25 év alatt a távozóktól, mióta a hospice csinálod? Mert azt gondolom, hogy rengeteget. Az egyik legtöbb az az értékeknek az átminősülése, hogy mi az érték és mi a kevésbé érték, hogy mennyire nem az egzisztenciális, a pénz, az anyagi, a 8 munkahely, az elismertség, az ilyen díj, az olyan díj, hanem az, hogy egy szeretett kapcsolat, most ez borzasztó vulgárisan vagy egyszerűnek hangzik, de mégis ez kell, hogy a megbecsülés, az empátia, a szeretet, az egymásra figyelés, ez történik ebben az utolsó szakban a betegek és a családtagok és a barátok között. És ez nekem annyira egy más értéket hozott elő, sose dolgoztam anyagilag megbecsült területen, sem a pszichiátriában, sem a pszichoonkológiában, sem a hospice-ban. Ugye mindenki tudja, remélem, hogy a hospice ellátás az egy térítésmentes ellátás, ez nagyon fontos, nehogy azt gondolják, hogy ez egy elit ellátás, hogy kimegy a lakásra az orvos, a nővér, a pszichológus, a gyógytornász, és akkor fizetni kell, nem, ez egy térítésmentes ellátás.
De a betegektől és a családoktól ezt látom, hogy ez egy más világ, egy időtlenség, nincs a rohanás, mert nem nézzük azt, hogy mi lesz csütörtökön, amikor hétfő van, hanem a hétfőt éljük át. És örültök annak, és hogy jön a kedd meg a szerda. Amikor abban a hétfőben van valami olyan szép, akár csak egy mozzanat, ami... Egyébként hogyan találnak meg titeket? Tehát milyenek, ugye kommersz módon úgy kérdezném, hogy a betegutak, de segítenek az orvosok a hospice-re szoruló betegeknek eljutni hozzátok? Vagy hogyan tudják, hogy hová kell fordulni? A felnőtt rendszerben csak egy pár mondattal, hogy egyfelől a kollégák, tehát akár a beteget ellátó onkológus, vagy egyéb szakorvos, ahol a beteg kezelőorvosa van, vagy akár a házi orvos ajánlhatja az ellátást. De a másik rész az, hogy szájról szájra terjed, illetve hogyha egy család azt gondolja, hogy nem szeretné, hogyha a beteg általános kórházi körülmények között halljon meg, akkor elkezd az interneten keresgélni, és akkor rátalál. Ez a felnőtt vonal. Titeket hogy találnak meg a gyerekeket? Én picit szélesebb körből kezdeném. Onnét, hogy azt gondolom, hogy ez elégtelenül működik nálunk. A vigasz, hogy nem csak nálunk, hanem az Európai Uniónak... Már most az egész hospice ellátás, vagy a hospice gyerek része? Az egész hospice ellátás, és azért mondtam, hogy kicsit szélesebben indulnék. Európában is egy tendencia, tehát uniós szinten is a hospice palliatív, tehát a tünetet könnyítő, az élhető életet biztosító, tehát testi-lelki szenvedés megkönnyítő ellátásnak a minél korábbi integrációjáról szól a tendencia vagy a mozgalom. Ebben tehát nem vagyunk lemaradva, mert máshol is tesznek ezért. Én úgy gondolom, hogy azért vagyunk lemaradva, hogy nálunk ennél sokkal kevesebbet tesznek, mint amit külföldön. Sokkal korábban be kellene lépni, tehát gyerekvonalon egészen biztos, hogy sokkal nagyobb tabuk és sokkal nagyobb félelmek vannak, de ugyanez felnőtt vonalon is igaz. Saját hozzátartozó kapcsán éltem azt meg, hogy egy onkológus kolléga azt mondta egy távolabbi rokonomnak, mikor hosszú idő után végre valaki rájött, hogy egy vastagbél daganata van májátéttel, 21 néhány kilót fogyva derült ez ki, majd azt mondta neki a kolléga, hogy hát most nem tud vele mit kezdeni, menjen haza, erősödjön meg, és hogyha erősebb lesz, akkor jöjjön vissza kezelésre, mert majd akkor meg tudják gyógyítani. Senki nem ült le vele azt mondani, hogy ez egy gyógyíthatatlan helyzet. Hogy nem tudják mit gyógyítani. Uh-huh. Igen. És hogy akkor, hogy menjen haza, miben tudunk segíteni egy otthonápolás formájában. Igen. Lehetne, hogy az a férje, aki az ő halála után aztán néhány hónap múlva szintén meghalt, még ők együtt legyenek, hogy ne egy reménytelen cél után fussanak, hogy na majd akkor hazamegyek és meghízok, és hogyan egy domboló betegséggel. Tehát, hogy ott kéne, hogy legyünk egy kicsit hamarabb, és az segítené ennek a rendszernek az elfogadását. És nagyon érdekes az az adat, amit először tüdőrákos betegeknél találtak, majd több más felnőttkori daganat esetén is, hogy a korán időben integrált, elkezdett palliatív hospice kezeléssel a betegeknek a túlélése az hosszabb volt, mint enélkül. Tehát tudunk olyan pluszt adni, tud az élet, azt gondolom, olyan pluszt adni a halál előtt, ami az élet a halál előtt. Ami segítséget, és nyilván a gyermekvonalon sokkal nehezebb ezzel szembesülni, és tudomásul kell venni azt, hogy egy gyógyíthatatlan helyzettel állunk szemben. Ez biztos nehezíti az is, hogy nyilván van egy
vagy nem nyilván, de van egy alapbizalmatlanság ma Magyarországon az egészségügyi ellátórendszerbe, hogy nyugaton valami biztosan sokkal jobban sikerülne. Vészesen fogynak a perceink, tehát muszáj belevágnom, nem tudom hagyni, hogy kibonts teljesen. Egy biztos abból, amit elmondtál, hogy az orvosok szemléletén változtatni kellene, hogy legyenek őszinték, hogyha valaki gyógyíthatatlan, akkor azzal segítenek a legtöbbet neki, ha ezt megmondják. Mert akkor tud készülni, és egy csomó lehetősége van. Még ha egy ilyen trükkel, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hazaküldik, akkor bizony meg is fosztják egy csomó mindentől. Miután tényleg nagyon-nagyon fogynak a perceink, egy mondatot mindenképpen mondanom kell, mert ha kettőt. Ha a témánk a hospice meg a palliatív ellátás, akkor Polc Alen nevét ki ne felejtsük, mert én azt gondolom, hogy ő Magyarországon nagyon sokat tett érte, ő volt az alapítója, és ha jól tudom, akkor a Kenyeres utcában ugye az ő hanvait is szétszórták, meg ott van egy pad is az ő emlékére, ugye, Kati? Egy nagyon szép kő van az ő emlékére. Az volt a kérése, hogy három fele osszák a hanvait, az egyik a Kisoroszi háza, a másik Miklóssal együtt legyen eltemetve. Igen, Mészői Miklós, és a harmadik pedig a hospice ház kertjében, ott van egy kis emlékkő, és egy madáritató, mert ő egy nagyon természetkedvelő ember volt, és azt hiszem, hogy jó helyen van, és zarándokolnak is oda, és leülnek vele beszélgetni. Mielőtt a meglepetést, hogy hogyan búcsúzunk, felvezetném, én arra kérlek titeket, hogy egy-egy rövid válasz erejéig próbáljuk már összefoglalni azt, amiről beszéltünk, hogy tudnélék, egy, a halálról kell beszélni, kettő, ahogy én titeket hallgatlak, nem kell félni tőle. Mi az üzenetet, Kati? Nekünk a szlogenünk az, hogy az emberi méltóság az utolsó percig megőrizhető, és éljük az életet az utolsó percig. És ebben segít a hospice, és jó lenne, hogyha a családok is segítenének ebben, és az egészségügyi szakemberek is. Gábor. Én azt gondolom, hogy éljünk úgy, hogy tudjunk békében meghalni. Nem könnyű. Nem könnyű, amit most mondtál. Hát az élet maga nem könnyű, de hogyha jól éljük, akkor élvezhetjük. Laci. Én pedig egy költő elődöm szavait idézném föl, Nagy László. Kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Úgy kell élnünk, hogy mi mink legyünk azok, akik átvisszük. Tehát méltósággal, előre elkészülve, és ezt tanítva az utódaink részére is, hiszen az életünk szerves része, és sokat filozófálnak róla, hogy mi is az, hogy halál. Lehet, hogy tényleg átmegyünk egy másik szobába, vagy egy másik dimenzióba, és nem mindegy, hogy mit hagyunk hátra. Az majd a következő beszélgetésünk témája lesz, hogy hova megyünk, hogy megyünk, és mi lesz a lelkünkkel. Én most azt javasolnám, hogy ha már itt vagy, Laci, és ha már hoztál egy gitárt, ami ott van a fotel mögött, akkor azt vedd elő, és lepjél meg minket, naná, hogy megbeszéltük, de akkor búcsúzzunk egy József Attila verssel, és akkor én ezzel köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és azt is köszönöm, hogy karácsonyhoz közeledve egy olyan témáról beszéltünk, ami elől azért nem tudunk elfutni, és ami valamennyiünket érint. Így van, és karácsonyhoz közeledve mindenkinek kellemes, boldog ünnepeket, és egy boldog új esztendőt mindenféle értelemben. Ez legyen az üzenet. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik ócska, csorbát töröttet, ami új megél. Gyermekjátékot, ó boldog fogócska, rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hisz zúzmarás, a város, a berek. Fagyott kamrák kilincsét fölszaggatni, s rakni, adjon sok-sok meleget.
azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy felengednének az emberek. Mondjuk együtt, azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni. B. Király György eleganciájáról a Beauty Fashion gondoskodik. A műsorvezető ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodott. Egyedi kézműves ékszerek szívvel, lélekkel.